Sziasztok könyvrajongók, Csaba vagyok, ez itt a Könyvelem, és a mai videó az őszi kihívásom bejelentője. Szinte minden ilyen bejelentő videóm elején elmondom, hogy milyen gyorsan telt el az előző évszak, jelesint most a nyár és a hóbortos nyár kihívásom, tényleg szinte egy szempillantás alatt suhant el, de nem kell aggódni, hiszen jön az új évszak, jönnek az új lehetőségek, és jön az új kihívásom, amely ezúttal a Kötőd ősz címet kapta. A tematika alapját valójában a kötődések, a kapcsolatok, az élethez való hozzáállás, a sorsok, az emberi sorsoknak az alakulása, az emberi életutaknak az alakulása. Úgyhogy ezt a szóösszetételt választottam ehhez a kihíváshoz, és ehhez fognak igazodni majd a kihívásom pontjai is. Szokásos módon zajlik egyébként a kihívásom, tehát az ősz első napjától, szeptember 1-től az utolsó napjáig, november 30-áig tart majd ez a kihívás, amely a moly.hu felületén érhető el. A linket leteszem a leírásba, innen átkattintva eljuthattok oda. A szabályok nem változtak, most már tényleg évről évre mindig hasonlóak, és ugyanezeket tartom és tartatom be azokkal, akik részt vesznek a kihívásomon. A könyveknek minimum 100 oldalasaknak kell lenniük, lehetnek ezek a könyvek idegen nyelvűek, jöhetnek képregények és hangos könyvek is, ami ugye nagyon fontos, hogy a könyveket olvasás után szövegesen és csillagosan kell értékelni a moly.hu-n. Újraolvasások is jöhetnek, és ami fontos, hogy amikor megvannak a teljesítések, akkor akár polcon, akár a csatolós módszerrel, akár az én is a könyv linkekkel kell ezt igazolni, és hozni nekem a kihívásnál kommentben. Mint mindig, ezúttal is természetesen egy nyereményjátékkal zárul a kihívásom, tehát aki teljesíti, az majd december 1-én az Instagramomon egy élő sorsolás keretében nyerhet meg egy meglepetéskönyvet, amely egy idei megjelenésű könyv lesz majd. Az olvasásoknak tehát szeptember 1-e és november 30-a között kell teljesülnie, és akik nem szeretnének a nyereményjátékon feltétlenül részt venni, azok ugye a plecsniért még további egy hónapig hozhatják a teljesítésüket a moly.hu-n, tehát valójában ez december vége lesz majd, hogyha hozzá számítjuk ezt a 30 napos határidőt. A csatornámon természetesen továbbra is lesznek havi közös könyvek, amelyek majd a 6-os ponthoz lesznek csatolhatók, de ezeket a könyveket most is úgy választottam össze, hogy valamelyik korábbi ponthoz is be tudjátok váltani, tehát aki akarja, az akár a szeptemberi, októberi és novemberi közös könyvet is velem olvashatja a kötődő kihíváshoz. A közös könyveket nem feltétlenül abban a hónapban kell olvasni, amikor én kijelölöm, hanem bármelyik hónapban olvasható. Igazából a hónap az egy ajánlás a részemről, hiszen mindig az adott hónap végén vagy a következő hónap elején van élő kibeszélő a csatornámon az adott könyvről, és ez majd most sem lesz másként, tehát ha tehetitek, akkor abban a hónapban olvassátok velem a könyveket. És akkor nézzük is, hogy mik a pontok, amelyek alapján olvasnotok kell a kötődő kihíváshoz. Az első pont egy olyan könyv kell, hogy legyen, amelynek címében szerepel az élet szó, vagy annak valamilyen változata. Ha idegen nyelven olvastok, akkor nyilván az annak megfelelő idegen szó. Én ehhez a ponthoz Viktorin Frankl-től a Mégis mondj igent az életre című kötetet választottam. A szerzője egy osztrák pszichiáter, a logoterápiának a létrehozója, és én a nevével Edith Éva Éger a Döntés című művében találkoztam először. Nagyon sokat hivatkozott a szerzőre, hiszen Frankl megjárta Auschwitzot, és ezzel kapcsolatban olvastam én már tőle két könyvet, az egyik tetszett, a másik kevésbé, de ez az ő fő műve, amely már több mint 12 millió példányban kelt el a világon, úgyhogy nagyon kíváncsi lettem rá, ezt fogom majd olvasni tehát az egyes ponthoz. A második pont egy könyv, amelyen szerepel a Barátság címke. Ezt a címkézést ugye a moly.hu-n meg tudjátok nézni, és akár a saját magánkönyvtáratokból is ki tudjátok listázni, hogy melyek azok a könyvek, amelyen szerepel ez a címke, úgyhogy talán nem lesz nehéz találni majd ehhez a ponthoz is könyvet. Én ehhez a ponthoz Madarász Éva idei friss megjelenését, a Tisza virágokat választottam, amely a Margó Fesztiválon, a tavaszi Margón került bemutatásra. Én ott tudtam lenni ezen a bemutatón, és nem csak a kötet szerzőjével, hanem az illusztrátorával, Radnóti Blankával is tudtam dedikáltatni ezt a kötetet, úgyhogy én a kettes ponthoz ezt a könyvet választottam, tehát szerepel rajta a Barátság címke. Hármas pont,
Egy könyv abból az évből, amikor regisztráltál a moly.hu-ra. Itt tehát egy olyan megjelenésű kötetet kell választanotok, amelynek az első magyarországi megjelenése az a dátum, ami passzol a ti molyos regisztrációtok kezdetéhez. Mindenkinek a profilján látszik egyébként, hogy mikor regisztrált, úgyhogy így én is könnyen fogom tudni majd ellenőrizni, hogy megfelelő könyvet választottatok-e ehhez a ponthoz. Mivel én 2015-ben regisztráltam, ezért egy olyan könyvet fogok most ide ehhez a ponthoz választani, ami számomra egy újraolvasás, hiszen ez 9 évvel ezelőtt volt, és akkor igen nagy hatással volt rám Almási Kittitől a Bátran élni című kötet, úgyhogy én ezt a könyvet fogom olvasni, és igen, nekem ez egy újraolvasás, és szerencsére ezt megengedi a kihívás, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennyi év után mit fog adni nekem ez a könyv, hiszen nem sok emlékem van már róla, csak azt tudom, hogy akkoriban nagyon-nagyon sokat segített nekem a pszichológus nőnek ez a kötete. 4. pont, egy könyv, amelynek borítóján szerepel egy fa. És itt nem lehet csak egy faág, vagy egy bokor, vagy egy falevél, hanem az lenne a legjobb, hogyha egy teljes fa látszódna rajta, és ezért én ide egy olyan könyvet választottam, ami maximálisan passzol ehhez a ponthoz, de ha ti esetleg kételkedtek abban, hogy megfelelőnek tartom-e az adott könyvet, akkor mindenképpen kérdezzetek tőlem a Mojon, vagy akár itt a YouTube-on is kommentben, és ígérem, hogy minél hamarabb fogok válaszolni, és megadom az engedélyt, hogyha az adott könyv egy kicsit tényleg kérdéses, hogy látszik-e a teljes fa, vagy mennyire fogadható el, úgyhogy nyugodtan keressetek, kérdezzetek, és megpróbálok tényleg jó szívvel hozzáállni a javaslataitokhoz. Én ehhez a ponthoz a 21. század kiadó egyik idei megjelenését választottam, mégpedig Arthur C. Brooks és Oprah Winfrey közös kötetét, az Úgy élj, ahogy élni akarsz című könyvet, amely igazából egy módszer és tudományos alap a boldogabb mindennapokhoz. Oprah Winfrey-ről ugye tudni kell, hogy ő egy Emmy-díjas, az Amerikai Egyesült Államoknak az egyik legbefolyásosabb média személyisége, neki is van egyébként egy könyvklubja, és én már nagyon régóta szemeztem az ő könyveivel, hiszen nem csak egy jelent már meg itthon, és most nagyon örülök, hogy ezt sorra fogom tudni keríteni ennek a kihívásnak a keretében. Az 5. pont egy könyv, amit újraolvasol. Mindenképpen szerettem volna már régóta egy ilyen pontot belecsempészni valamelyik kihívásomba, és úgy döntöttem, hogy ehhez a kötődőszöz szerintem nagyon-nagyon passzol, hiszen valamilyen szinten szeretünk ragaszkodni bizonyos könyvekhez, és a Mojon ellenőrizni is fogom tudni, hogy olvastátok-e már az adott könyvet vagy sem, hiszen akkor látszani fog ott az adott könyvadatlapon, hogy ti mikor olvastátok először, és mondjuk most olvastátok másodszor, de lehet olyan könyv is, amit akár harmadszor vagy negyedszer olvastok újra. Nos, én ide az Agatha Christie újraolvasásom miatt egy Agatha Christie kötetet választottam, mégpedig a Sitta Fordi rejtét, ami nekem még ebben az európás kiadásban van meg. Igazából ez még nem a soron következő kötet, hiszen még van egy Mary Westmacott könyv, amit el kell olvasnom, viszont azután már ez fog következni, és mivel azt a Mary Westmacott kötetet nem olvastam még, ezért ez lesz valójában egy újraolvasásom. Egyszer, de lehet, hogy kétszer is olvastam már ezt a kötetet, és én úgy emlékszem egyébként, hogy nekem ez tetszett, úgyhogy így most hirtelen nem ugrik be, hogy ez melyik történet, de mindig úgy van, hogy amikor elolvasom a fülszöveget, vagy elkezdem a történetet, akkor már beugranak egyébként ilyen történetfosztványok, úgyhogy nagyon várom, hogy újra megismerkedhessem ezzel a kötettel. És akkor elérkeztünk a 6. ponthoz, ami számomra mindig a legizgalmasabb, hiszen a 6. ponthoz a csatornám őszi hónapjaira meghirdetett közös könyvei közül kell olvasnotok egyet, és ugye ez lehet akár a szeptemberi, az októberi vagy a novemberi közös könyv is. A szeptemberi közös könyv nem más lenne, mint Nikki Erlich-től az Életfonal című kötet. Ez a könyv egyébként a Read with Jenna könyvklubnak is volt már közös könyve, úgyhogy azért szerepel rajta ez a plecsni, és valójában nekem a fülszöveg volt az, ami nagyon-nagyon megkapó volt, ugyanis az alaptörténet gyakorlatilag annyi, hogy a világon mindenki kap egy kis dobozkát, benne egy fonállal, és a fonál hossza határozza meg azt, hogy az illető személynek még mennyi van hátra az életéből. Ez egy szerintem nagyon-nagyon klassz alapötlet, és ahogy figyeltem a molyos és a nagyvilági értékeléseket, nagyon pozitívan nyilatkoztak róla, hiszen egy nagyon elgondolkodtató és tényleg könyvklubnak nagyon alkalmas könyvről van szó, tényleg az élet értelméről, az élet végéről, az élet fontosságáról, a mindennapok megéléséről szól ez a kötet.
Ha jól tudom, akkor 8 különböző szereplőt ismerhetünk meg, akik valamilyen szinten döntenek majd arról, hogy kinyitják-e a dobozt és kíváncsiak-e rá, hogy meddig fognak élni, avagy sem. Úgyhogy nagyon várom ezt a történetet, nagyon örülök, hogy szeptemberben ezt fogjuk együtt olvasni, és remélem, hogy sokan fogjátok még velem. Viszonylag friss megjelenésről van szó, de tényleg jó páran értékelték már Mojon, és nagyon-nagyon klassz értékelések vannak, úgyhogy aki szeretne esetleg, az ott még tud egy kis inspirációt szerezni ahhoz, hogy mindenképpen elolvassa ezt a könyvet szeptemberben. A csatornám október havi közös könyve egy Park könyvkiadós idei megjelenés, mégpedig Jacobo Bergarécétől a Tökéletes napok. A kötet főszereplője Louise egy újságíró, aki már nagyon unja az életét, és egy konferenciára szeretne elutazni azért, hogy a szeretőjével újra találkozhasson, ám sokkolja őt az, hogy a szeretője egy üzenettel közli vele, hogy gyakorlatilag ő nem szeretné folytatni ezt a kapcsolatot, és így egyedül kényszerül el elutazni Louise erre a konferenciára, ahol William Faulknernek a szerelmes leveleire bukkan, és ezeken a leveleken keresztül értelmezi újra gyakorlatilag a saját életét, a párkapcsolatait, a házasságát, a szeretőjével való viszonyát. Egy nagyon érdekes koncepció szerintem ez a kötet, és én belelapoztam, és meglepődtem, hogy különféle illusztrációk is vannak ebben a kötetben. Nem számítottam egyébként erre, szóval ilyen rajzok is vannak benne, különféle ilyen levél részletek, vagy borítéknak az előlapja, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, a párkapcsolatokról szól ez a regény, és szintén nagyon jó értékelésekkel bír már a Mojon ez a kötet, úgyhogy aki még nem szerezte be a megjelenése óta, szerintem valahol a könyvhét környékén jelenhetett meg, akkor ajánlom szeretettel, akár októberre velem együtt olvasva. Az utolsó választásom pedig a novemberi közös könyv, ez pedig nem lenne más, mint a Helikon kiadó gondozásában megjelent kötet, Moa Hergrentől a Válás. Egy házaspár Nikolás és Bea története ez a kötet, akik elmennek egy nyaralásra, és a férfi gyakorlatilag egyik napról a másikra felszívódik, és amikor előkerül, akkor közli a feleségével, hogy ő válni akar, és egy másik nő van a dologban. Ez a filmszerűen pörgő családi dráma két szemszögből mutatja meg, hogy a banális felszín alatt milyen összetett és milyen húzódó párkapcsolati konfliktusok lehetnek. Kis Krista volt egyébként a kötetnek az előolvasója számomra, hiszen ő erősített meg abban, hogy érdemes közös könyvnek választani ezt a kötetet. Neki is nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy megerősített, és így választottam végül novemberi közös könyvnek ezt a kötetet. Nagyon várom, hogy olvashassam. Tényleg szuper értékeléseket láthattok róla, akár a Mojon, akár világszerte. Én nagyon remélem, hogy a három közös könyv közül valamelyik elnyeri majd a tetszéseteket, és szívesen velem olvassátok, de persze annak örülnék a legjobban, ha kettőt vagy hármat is beválasztanátok a kihíváshoz, hiszen tényleg nagy gonddal és odafigyeléssel választottam be most ezeket a köteteket, és eddig nagyon-nagyon pozitív a visszajelzésem mindegyiknek. Nincs is más hátra, mint hogy még egyszer felhívom tehát a figyelmeteket a kötődősz kihívásra. Örülnék, hogyha használnátok majd Instagramon a kirakott kis háttereket, hogy az olvasási terveiteket másokkal is meg tudjátok osztani, és használjátok bátran a kötődősz hashtaget, tegeljetek be engem, hogy könyvelem, és akkor fogom látni sztoriban, és tovább tudom majd osztani másoknak is. Ha szeretnétek, akkor a Mojon készíthettek majd polcokat, és előellenőrzésre nyugodtan kommentben jelezzétek felém ezeket, és akkor én meg tudom majd nézni, hogy megfelele mindegyik könyv az adott pontokhoz, és kezdődhet az olvasás szeptember 1-től. Nagyon remélem, hogy tetszik nektek ez az őszi tematika, és sokan velem fogtok tartani, úgyhogy most már csak megköszönöm, hogy itt voltatok ezúttal is könyvelem. Jó olvasást, sikeres kihívás teljesítést kívánok az őszre. Sziasztok!